A bölcsödei ellátást nyújtó intézmények infrastruktúrális fejlesztésére és kapacitás bővítésre nyújtott be pályázatot a közelmúltban Sátoraljaújhelyváros önkormányzata. Mára kiderült, nem eredménytelenül. Mintegy 186 millió forintot nyert el a település arra, hogy egy új bölcsödét építsenek a Hét Színvirág óvodával közös területen. A munkálatok a közbeszerzési eljárást követően még az éven megkezdődnek, hangzott el a sajtótájékoztatón. Mi az, ami változik? Az egyik a helyszín. A Hajnal utcáról elköltözik az építkezés után a bölcsöde, és a Dózsa-György utcára kerül. A Hét Színvirág óvoda központi épületének ingatlan nem fog megépülni ez a új épület. A másik a fölszereltség. Ez megfelel majd a 21. századnak. A harmadik, hogy a létszámba bővülés következik be. Azaz a jelenlegi 20 fő helyett közel 50 gyermeket tud majd fogadni a bölcsöde. Ez mintegy 240%-os férőhely bővítést jelent. A beruházás összköltsége 206 millió forint lesz. Ennek 90%-át nyert el pályázaton a város önkormányzata. Nagyon komoly beruházás. Emlékezzenek vissza, a Kazinc iskola felújítása 220 millió forint volt, nagyságrendjében ott van. Egy új épület készül, egy újabb fejlesztés indul meg ezen az éven, véleményem szerint ősszel Sátoraljaújhelyben, hiszen azt ígértük, hogy ebben a városban a fejlődés folytatódni fog. A fejlődésen túl még egy fontos eredménye lehet a beruházásnak. Sok olyan családfenntartó van, aki azért nem mer vagy odázza el a gyermekvállalást, mert attól fél, hogy elveszíti a munkahelyét, hogyha hosszú távon otthon marad. Ez egyébként fölháborító. Ez arcpirító. De mégis látjuk, hogy ez a helyzet. Ezen változtatni kell. Kell adni lehetőséget, hogy a gyereket valahol biztonsággal megőrizzék, hogy foglalkozzanak vele, hogy odafigyeljenek rá, és a szülők, akár az anyuka is dolgozni tudjon. Tehát egyre többen mennek vissza hamarabb. Nem töltik ki azt az időt, amit egyébként meg lehetne tenni, otthon lehetne tölteni. A gyerek mellett, egyébként ahol a legjobb helyen van, ezért a bölcsödére egyre nagyobb szükség van, és szerintem később még inkább szükség lesz. A város polgármestere hozzátette, ezzel a pályázattal a város lassan eléri a 2,5 milliárd forintos elnyert támogatási összeget.